Közös éneklés, zenélés, tapsvihar, újabb és újabb településeket hódít meg az este 8-ra meghirdetett köszönetnyilvánító akció. Mutatunk ma is néhány példát itt a híradóban. Aki kedvet kap, holnap este 8-kor csatlakozhat. Az Európa című dal zengett fel a panelházak között Békés Csabán a lencsési lakótelepen. A lakók minden este 8 órakor a nyitott ablakoknál és az erkélyeken állva énekelnek és tapsolnak. Elsősorban az egészségügyi dolgozók, akik az egészségünket védik, ápolnak, gondoznak minket. Így köszönik meg az emberek a koronavírus járvány elleni küzdelemben helytálló egészségügyi dolgozók munkáját, és azokét, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak. Ez pedig már Eger, a zúgó tapsvihar mellett dobpergéstől is zengett a város. A lakók szerint hősök a tűzoltók, rendőrök, katonák és a bolti eladók is, akiknek szintén hálásak lehetünk. Mi az Egri Kézilabda Egyesület szurkolói csoportjába tartozunk, és úgy gondoltuk, hogy ehhez a kezdeményezéshez szeretnénk csatlakozni, amit itt és városszerte szerintem nagyon jó dolog. Kaposváron a sávházban lakók is összefogtak, több százan tapsoltak egyszerre. Az akció az ország szinte minden nagyvárosába elért már, az üzenet pedig mindenütt ugyanaz. Együttérzésüket fejezik ki a Magyar Közút Nonprofit ZRT dolgozói is. Vagy társa. Mentősök, egészségügyi dolgozók. Rendőrök, katasztrófavédők, katonák. A dolgozók ezzel a videóval az ország minden részéről azt üzenik, hogy mindenki vigyázzon magára ebben a nehéz időszakban. Ahogy mi, úgy főleg ti sem maradhattok otthon. Szükségünk van rátok. Nagyon vigyázzatok magatokra. Mi maradók vagyunk.